Na halihó, sziasztok, üdvözlet mindenkinek! Ézu FTH 2010-es Albafunk szelektív hívóval, videósorozatnak az utolsó tagja. Ugyanis egy pár nappal később készül ez a kis szösszenet, mint ugye maga a visszaalakítási kis útmutató. Általában időhiányban és lustaságban szenvedek, de bevallom, hogy inkább a lustaság szokott rávinni arra, hogy a működő készülékről már ritkábban szoktam videót csinálni, hiszen úgy vagyok vele, működik, kipróbáltam, úgy is jó, tudom használni, akkor minek videózzam. Igen, csak te, kedves néző, aki ott vagy a kamera túloldalán, esetleg szeretnéd látni, hogy oké, ez a marha pofázott három videón keresztül arról, hogy a szelektív hívót hogy kell kiépíteni a rádióból, na, vajon sikerült neki? Hát, nézzük meg. Ugye ő lenne a kis készülék, amiről az előző videókban szó volt. Még itt látható az alján az ő kis múltjának a lenyomata, a D6901-es szelektív hívókód, amire ő hajlandó lett volna megnyitni, hogyha bármilyen forrásból érzékeli. Tegyük is rá az akkumulátort, nem tudom, hogy ez így félkézzel fog és sikerülni. Igen, győzelem. És kapcsoljuk be. Ugye előzetesen az volt a probléma, hogy szegénykémnek nem volt hangja vételben. Hát nézzük meg, hogy ez hogy változott. Illetve hallgassuk meg adásban is. Hát, én úgy vélem, hogy a műtét sikerült, és a beteg is él. Most fogadjuk el azt, hogy a rádió a gyári paramétereknek megfelelően működik. Rádiótesztelrel belőttem, kipróbáltam, a gyári paraméterekre visszaállítottam. Erről most, ha nem muszáj, akkor inkább nem csinálnék videót. Aki nem hiszi, az pedig járjon utána. Úgyhogy lehetséges ezeket a régi kis készüléket újra életre kelteni, és a mindenféle ma már nem használt szelektív hívó modulokat szépen szakszerűen kiépíteni, és így visszaalakítani őket. No, Albafunk szelektív hívós FTH2010-ről ennyit. Ha tetszett a videó, nézzétek meg a többit is, vagy iratkozzatok fel a csatornára. Szép napot nektek! Halihó!